Csodálatosabb szép jó napot kívánok mindenkinek, sziasztok! A mai napon végre folytatjuk tovább az Egyedi Lapok szériát. Attól függetlenül, hogy a játék haldoklik, azt a rengeteg munkát, meg királyságot, amit csináltadok, azt megbántuk addig is, hogy nem hagyjuk semmiképpen veszni, úgyhogy ma az Equipment szekcióval folytatjuk tovább. Na lássuk, miket alkottatok. Flame Sting, Ionia, 6 manás equipment. 3-1-es statot ad, oké, okay, eddig nem túl fényűző, nézzük mi az ability. Azt mondja, ah, bocsánat, most már látom a kis, kis, elúzív jelzőt rajta. Nagyon tetszik, hogy HP-ból csak egyet ad, még hatért is, mert elúzívot pattint rád, és nézzük mi a leírás, azt mondja, reduce my cost by numbers of revealed, revealed cards. Nexus try recall the weakest enemy. Hmm, itt lehet, hogy kérnék egy pici segítséget a komment szekcióban, hogy itt a Rivillel pontosan mire is. Úgy kell elképzelni, mint például a, a pranket, hogy az ellenfél kezéből, amit Rivilleltél? Tehát ez valami új mechanikához tartozik, amivel még nem találkoztam esetleg? Vagy, 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 csak a lerakott lapok, amiket te leraktál, és ezáltal megmutattad az ellenfelednek, az, a, az csökkenti az értékét. Bocsánat, de ezt itt nem vagyok benne biztos, hogy teljesen értem. És azt mondja, hogy Revealed Cards, oké, okay, tehát mondjuk azt, hogy valamivel lehet csökkenteni a mana costot, így már egy fokkal jobban hangzik. És akkor Nexus Try, Recall the Weakest Enemy. Uh, mondjuk ez egy elég fincsi ability, azt kell, hogy mondjam, ez, Léci írjátok le, hogy mi ez a reveal, mert anélkül nem tudom eldönteni, hogy mennyire, milyen mértékig broken vagy nem broken az adott lap magában. Így első körben, ha úgy van, ahogy gondolom, um, akkor kinda, nem, nem mondanám, hogy balancet, mert igazából, ha könnyen le tudod vinni a manakosztját ennek a lapnak mondjuk egy ilyen körülbelül háromra, rápattintod valamilyen két-három HP-val rendelkező lapra, most tök mindegy, legyen, legyen mondjuk a féti sárkány, aki alapból meghízik tőle, elúzív is lesz mellé, és még az ellenfél védekező lapját is rikólozza. Ráadásul, mivel a vikesztet, ha elúzív deket játszik az ellenfél, vagy van olyan lapja, ami van olyan, a dekében van elúzív lap, akkor valószínűleg az lesz a leggyengébb, és azt fogja visszaívni. Eee, jó, oké, okay. így első körben nem tűnik rossznak, kérlek, a reveal-t írjátok meg nekem, hogy micsoda. <laughs> Robins Bonhammer <laughs> 6 mana, Targon, oké, okay. mondjuk én... Robint nem tudom, hogy Targon baraktam volna -e. 6 manaért plusz 5, stat és kvikatak az, amit ad, és ez, leg... ez ha egy szereső lapra rakod, akkor egyet tud csökkenni Őszinte leszek, nem tudom elképzelni, hogy ezt milyen deckben tudnám pörgetni. Persze vannak, vannak mondjuk a szeles agro ahol mondjuk a hármas elúzív lapon el tudom képzelni, hogy ráteszed és akkor mondjuk a, az ötödik, ötödik körben vagy negyedik körben rápattintod, és akkor van egy 8-8 elúzív lapod mondjuk 9 manáért kvikatakkal az overwhelm lapokra sem feltétlenül rossz, bár nem tudom, őszinte leszek, nem igazán látom, hogy hol, tud, hol, hol állná meg ez a, helyét, ez a, lap a helyét feltétlen. Ha a, úgy működik a lap, ahogy elsőnek még gondoltam, csak a tűnt, hogy akárhányszor rárakod egy szeles csörre, akkor csökkenti az értékét, és az úgy is marad. Ami még az jó, mert akkor is 6 manánál tudod elkezdeni, lent kell lennie a lapodnak, valamivel generálnod kell szeles lapot is hozzá. Hmm. Nem tudom, annyira nem tűnik nekem validnak itt Robin Banhammer-e. Na, menjünk tovább. Ancient Scroll. Efemeráltad, jó? Tehát Shadow Eyes, két mana, plusz három, és efemeráltad. Ah! À... Az a három stat annyira nem rossz, de így, hogy ephemeral én mindenképp adnék neki HP-t. Uh, tök jó arra, hogy mondjuk, ha nem maradt másod, amit le tudj rakni, akkor mondjuk arra a körre, és mondjuk cápákra játszol, tehát egy kis cápákra játszol, akkor az atakot ki tudod vele idézni, de így, hogy nekem HP-t nem ad, és az a lap, ami, ami, van, az fixen meghal, hát nem tudom, őszintén ezek annyira nem vagyok meggyőzve róla. A, uh, tehát Shadow Eyes mellé még elképzel, el tudom képzelni, hogy ez van olyan rész, ahol jó lehet, de de nem, 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 az a baj, hogy a HP-t a hp, HP az csak azért adnám neki, hogy amire rá, rárakod, azt ne tudják megölni olyan könnyen, mert mondom, két manáért ez a lapot fixen meghal a körnek a végén. Hát úgy tűnik, hogy ö, nem épp a, a kexes a pagba fogtam bele, noxus equipment, plusz két damage. Lifestyle. Na, ez egy olyan dolog, amit Noxusban egyáltalán nincsen, legalábbis én nem nagyon tudok róla, hogy rendelkezne egyéb lifestyle lappal, de javítsatok ki, ha tévedek. Vagy ha egyszer visszakerül Vladimir, akkor tudom vele elképzelni, hozzá így illene egyedül legalábbis szerintem. Rendben van, ez amúgy annyira nem rossz, igazából ezen nem baj, hogy HP-t nem ad, mert két manája plusz két damage, Noxusban sok az overwhelm lap, és mellette még lifesteal is kapsz, azt mondom, ez egy teljesen balanced lap. Jó, úgyhogy azt mondom, hogy erre majd még járna a de most már úgyis csak a pakra fogok tudni egybe adni, úgyhogy majd a, az arányok eldöntik, hogy melyik irányba billen a mérleg. Na, Liandris Anguish, ez az. Na nézzük, ez még úgysem volt semmilyen formában a játékban, vagy legalábbis nem találkoztam vele. És ez csak ennyi flow-balt kvikatakot. 3 mana plusz 3 semmi burn, akármi, mint a rendes játékban, nem, 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 nincs valami utó damage, rárobban valami, akármi. Itt én, én, ennek a lapnak adtam volna valami kis spicy uh, ahhoz képest, mint amilyen az, a item magában a játékban, legalább mit tudom én, ha túléli a támadást, akkor mit tudom, bekör végén elveszít még egy HP-t az alap, ami blokkolta, vagy a faszom tudja. Látom, HP-t nem szerettek adni egyikkel sem. Vagy, vagy kurva sok HP van, 5-5, vagy 3-0. Döntsük el, hogy az alap milyen lett. Flóba ad kvikatakot. Három manáért, három stat, és kvikatakot csak és kizárólag flow mellett ad. Nem, nem, sajnos, sajnos, sajnos itt is a negatív irányba billen a saj... gyermekeim. Nem, az az igazság, hogy ez megint ne, számomra. De amúgy adhatna csak úgy normálva kvikatakot. Flóba csinálhatna még valami mást, és akkor lehet nem. Nem, nem, mondjuk a négy más sok lenne érte. Hmm. Na majd, ha lesz kötletem, rá rákor bedobom, de ez így ebben a formában nekem annyira nem. Banshee's Veil. Vale. <coughs> na ez már egy fokkal spicy, ez, 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 már egy fokkal jobban tetszik. Targon szintén, 3 mana, plusz 2 HP, és Spell Shield, Nightfall, Draw One. Na ez, na ez spicy. Ezért, ezért már így első ránézésre járnak, ez már nekem egy picit talán túl erősnek is tűnik egy equipmentnek. Főleg, hogyha mondjuk Fjajordal játszod, akkor Burstbe fel tudod pakolni bármire spell el együtt, és ha ezt Nightfallban ban csinálod, akkor még húzol is egyet. Jó, őszintén ez az equipment kibaszott brokennek tűnik. Itt meg már átbillen a mérleg a másik oldalra, hanem ez nekem már egy kicsit túl sok mindent csinál, de egy Nightfall deckben, az az igazság, hogy ez, sőt, ez nem csak Nightfall deckben, ez bármilyen targondekben el tudom akár képzelni, ez, ez rengeteg value ez alap. Úgyhogy, ö, ja, ez, ez, ez elég broken lett. Na, varmog, jó, hát ez. esküszöm nektek, csak amikor megláttam még a varmognak a kis páncélját, már akkor tudtam, hogy regenerate lesz, de rendben, 0 plusz 4 regenerate, teljesen valid, ennek alapnak szerintem így kell kinéznie, HP, tar, tankiness, szó, hat szóljon. Ami nekem furcsa egy picit, hogy mondjuk picit, hogy pont Bendel City kapta. Pont Bendel City. Én, én, szerintem, én szerintem fixen, fixen, sőt, Fjajor nem is kapott egy se. nem kapott, és Bendel City kapta meg a varmogot. Hm. Hát jó, mindegy, elfogadom, legyen. A maga alap az amúgy király lett, ezt pont így képzelném el. Nincs túltolva benne szerintem semmi. A manakoszt is úgy, ahogy azt mondom, rendben van. Hmm, Oké, okay, rendben, valid. Ez a, ez a, ezért a keksz. Na, Titanic hidra. 5 koszt plusz 2, plusz 3 stat, jó, tehát 5 manáért 5 statot fogsz kiosztani, és egy overwhelm. Jó, Noxusban van, azt mondom, hogy mivel overwhelmet is ad, a stat az szerintem elegendő, nem tudom, hogy mennyit, mennyi létjogosultsága lenne magában a játékban, de az, az igazság, hogy csak azért mondom ezt, mert nem, tehát ahol equipmenteket pörgetnek, ott nem tudom, hogy ez a lap magában mennyire illene, belefittelne be, vagy tudna elcserélni jelenlegi equipmenteket. Equipment uh... Tetszeli tetszik, mert amúgy szerintem teljesen jól lett megcsinálva, totál balanced, azt, hogy játékban menne azt nem tudom, hogy, hogy mennyi lenne a játszottsága, de a kex az jár érte. Na és nézzük a mai utolsó lapunkat, Blue Steel Rapier, Challenger, oké, okay. I'm nem az semmilyen statot, négy mana. When I've seen my barrier killed four enemies and survived, you win the... Wolfox. Wolf nem volt elég, hogy kiszedték a játékból Fiorát, és vissza kellett rakni őt egy equipmentként. Amúgy kurva ötletes, nekem tetszik, igazából tényleg így, hogy Fiora nincsen standardba, ha bekerülne ez az equipment így, ahogy van, ezzel vissza lehetne hozni. <laughs> Amúgy nagyon vicces a mechanika, így el... <laughs> Tetszik, de ezt azért már láttuk, viszont, viszont a, az ötletért, hogy így hozzuk vissza Fiórát a, a, rankedbe, az kifejezetten tetszik. Hát srácok, köszöntöm szépen, nekem is jó esik végre folytatni ezt a szériát, úgyhogy innentől kezdve heti szinten, heti rendszerességgel várhatjátok az újabb részeket. Illetve itt kiemelném, hogy a tagok bármilyen tagsággal, hát de, de több is hozzáférnek hamarabb. Úgyhogy köszöntöm szépen a figyelmet, hamarosan újra jövök a következő része, addig is kitartás nektek. Sziasztok!